Hajnal Zsuzsa Londonban volt stílustanácsadó, luxus üzletekben dolgozott, közben ruhákat is tervezett. 9 év után költözött haza, itthon pedig mintegy véletlen folytán lett ékszerkészítő. Stílusa kézjegyek könnyen felismerhető, bőrből készült, fülbevalói messziről kitűnnek az átlag kiegészítők közül. Egyedi alkotásai kül- és belföldöt hódítva vannak jelen, kiállításokon és vásárokon egyaránt. Őt köszöntöm most. Szervusz Zsuzsa, és Isten éltessen, tudom, hogy ma van a születésnapod. Szia, köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves televízió nézőket is. Hát kezdjünk akkor ezzel, amit itt röviden fölvezettem, hogy Londonból indultál, aztán haza Vásárhelyre, és hogy most ékszerekkel foglalkozol. Hogy állt össze ez a történet? Hát őszintén bevallom, már egész gyerekkorom óta imádtam a ruhákat, mindent szétvágtam, ami csak lehetett. A barbibabámnak is mindig nem ékszereket, hanem ruhákat készítettem, függönyöket szétvágtam, míg a testvérem velem ellentétben ő folyton babázott, kisbabákat pelenkáztatta, tehát hogy szinte egykorúak vagyunk, egy év a korkülönbség, de már ott nagyon látszott, hogy két teljesen ellentétes szeméről van szó. Ezután elvégeztem... Tehát ugye nagyon sokat rajzoltam is, festettem, tehát minden, ami művészet és minden, ami a kreativitást igényeli, azt nagyon-nagyon gyerekkorom óta tényleg ezt... Tényleg, tehát gyerekkorom óta csak minden, ami kreatív dolog volt, mindenben benne voltam. És elvégeztem itt Marosvásárhelyen a textilipart, egy szakliceumot, utána egyetemre mentem, kommunikációt végeztem, és festészetet is egyaránt, és utána rögtön egyetem után elmentem Londonba. Ott végeztem a British College of Professional Styling, ami annyit jelent, hogy a Brit Collegium professzionális styling szakán végeztem, és szerencsémre, vagy inkább ügyességemre már rögtön találtam a szakmámban megfelelő munkahelyet, és 8 vagy 9 éven keresztül a szakmámban dolgoztam. Nagyon szerettem, nagyon kreatív szakma volt. Látványtervező is voltam, kirakattervező, egy nagyon híres olasz alsónemű boltban voltam, hát ilyen VIP made-to-measure sales associate, akinek az volt a dolga, hogy tényleg a VIP embereket, és most a lordoktól, szultánoktól, tehát mindenki, aki tényleg valami hatalmas nagy pozícióban van, nem beszélve a sejkekről, tehát hogy a világ összes részéről oda jöttek a butikba, és én voltam az, aki megmértem, hogy az milyen alsóneműk kellenek nekik, milyen a testformájuk, és hát 24 karátos arany alsóneműkről is beszélünk többek között. Hát izgalmas feladat mindenképp, így ahogy meséled. Közben a munkáidat látjuk, arról készült fotók, ékszerek, fülbevalók. Hogy jött ez az ötlet? És mi inspirált? Nekem valahogy az észak-amerikai indián kultúra jut eszembe egy kicsit így első nekifutása, de lehet, hogy nincs igaza. Hát igen, a munkáim javarésze az észak-amerikai indiánok inspirálta, valamint az afrikai törzsek, az egyiptomiak, tehát hogy minden, ami nagyon jellegzetes, színes, bohém, ezek nagyon-nagyon inspirálnak engem. Úgy történt, hogy hazaköltöztem Londonból, és hát úgy találtam egy kis bőrdarabkát, és készítettem magamnak ékszert. De akkor úgy nem gondolkodtam hosszú távon, hogy majd aztán ékszerekben fogok utazni, ezért kimentem vele bulizni, és nagyon sok bókot kaptam, sőt, talán túl sokat is, amit furcsáltam, hisz Londonban rengeteg sok gyönyörű kiegészítőm volt ruhám, és Vásárhelyen azért nem jellemző, hogy csak úgy megállítják az embert az úton, és elmondják, hogy hú, de jó a ruhát, vagy a kiegészítőd. Viszont erre a nyakékre legalább 3-an állítottak meg aznap este azon a buli helyen, hogy hú, de vagány, és honnan van, és nekem is. És akkor mondtam, hogy jó, végül is készítek, neked is. És akkor így kezdődött az egész, hogy készítettem egy nyakéket valakinek, és utána pedig felhasználtam ugye a tudásomat, az egész életemet, a festészetet, a művészetet, szobrokat is készítek, és nem beszélve a Londonban, amit végeztem, a professional stylingot, ahol arcforma, színtípus, testalkat után készítettem ott ruhákat, itthon pedig az ékszereket. Ami nagyon fontos a kiegészítőben is, hisz ugye az arcunk az úgy adott, tehát az ellen nincs amit nagyon csinálni, viszont lehet slankítani, nyújtani, kerekíteni, szépíteni, tehát hogy hát az arcot is át lehet szabni, de jóval drágább, gondolom, mint egy ahhoz illő ékszert és színt találni. A te munkád erről is szól, és rém kíváncsi vagyok, hogy működik, hogy nem szírja darabokat gyártasz, hanem személyre szabottan dolgozol. Hogy működik ez? Igen, ez úgy működik, hogy felkeres a kliens, vagy a kliensnek a férje, vagy aki meglepetést szeretne a párjának. Persze férfiaknak is készítek kiegészítőket. Az a lényeg, hogy felkeres, és elmondja, hogy szeretnék egy kiegészítőt. Adott esetben elküld egy ruhát, hogy ahhoz szeretne egy kiegészítőt egy bizonyos alkalomra, vagy pedig egy olyan kiegészítőt szeretne, amit bármikor, bárhova feltehet, és talál hozzá. Az arcformájához, a színeihez, személyhez, hajához, frizurájához, mindenéhez. És akkor ez úgy történik, hogy én rámegyek a Facebook oldalára, és elkezdem nézegetni a képeit. És akkor már úgy lesz egy konkrét kép az illetőről, mert általában nem ismerem, aki megrendeli. És úgy látom, hogy mit szeret, mit hord, milyen a stílusa, és milyen a testalkata, meg az arcformája, milyen hosszú a nyaka, milyen magas, tehát egy csomó minden úgy a fotók alapján ugye lejön róla, és akkor azt szerint készítek neki, tervezek egy szettet, vagy fübevalót, vagy nyakéket, vagy karkötőt, bármit, amit csak szeretne, vagy fejdíszt, vagy hajcsatot, vagy ténylegesen bármit, ami alapján biztos vagyok benne, hogy talál hozzá, és szeretni is fogja, mert egy stílustanácsadónak és ékszerkészítőnek nem az a dolga, hogy én ráerőltessem mindenképp azt, amit szerintem biztos, hogy jó lesz, és bíz bennem, mert jó lesz, hanem ő kell jól érezze magát, ő kell szeresse, és neki kell tetszedjen legfőképpen. És akkor ezért fontos az, hogy ténylegesen személyre szabottan a személynek készítsem, és nem magamnak. Tehát ne nekem tetszedjen csak, hanem neki legfőképpen. Azt is tudom, hogy külföldön is előfordultál, említetted, mikor erre a műsorra készültünk, hogy talán Milánóba is meghívtak, hogy el kellett volna jussál. Mi történt ezzel? Igen, hát jelentkeztem a Milánói Ékszer hétre, ami a divat heten belül van, ez a Fashion Week-en belül, és hát nem volt könnyű dolgom, hisz rengeteg sok tervező jelentkezik erre a hétre is, és amúgy most így nagyon-nagyon-nagyon sok pénzről is beszélünk, a benevezési díjról, tehát rengeteg sok ezer euróról. És ez nem úgy működik, hogy csak jelentkezel és ott vagy, hanem van egy 3 tagú olasz kurátorcsapat, aki eldönti, hogy megfelelő-e mehetsz, megüti a színvonalat, és szerencsémre megfelelőnek találták, nagyon-nagyon tetszett nekik, azt mondták, hogy ott a helyem, és most kellett volna júliusban megszervezzék, viszont ugye sajnos ez a világjárvány miatt nem is online térbe szorult, hanem elhalasztották jövő nyárára. Mert ezt online térben nehéz megszervezni. Nem bukott be teljesen ez a történet. Gondolom, hogy olyan kérdésre is lehet hozzád fordulni, hogy mi az, ami akár most nyáron, vagy ebben az évben trend, erről mit tudnál mondani, mit javasolnál színek terén, kiegészítők terén? Akár férfiaknak, akár nőknek. Igen, hát mindenképp az év színe, ami nagyon ritka, általában egy az év színe, viszont az idén két színt választott a Pantone az év színének, a szürkét és a sárgát. Ez amiatt történt, hogy ugye amilyen évünk volt a tavaly, sajnos emiatt a szürke azt jelképezi, hogy a szilárd talajt, a cementre, a falakra, a szolid falakra emlékeztető szürkesség. Ez az egyik az évszíne, hogy van, már pedig van egy szilárd talaj a lábunk alatt, és a sárga pedig ez a napsárga, a meleg, a remény, melegséget, a reménységet, tényleg a van tovább dolgot sugallja, és emiatt lett ez a két szín az év színe. Nos, mindenképp azt ajánlom, kedves nézőknek, meg neked is, hogy nem föltétlenül az év színébe kell öltöznünk. Egyszer nézzük meg, hogy mit talál hozzánk, és ténylegesen melyek azok a színek, amelyek kiemelik a természetes szépségünket. A jó hír az, hogy minden színnek van sok-sok-sok árnyalata, tónusa, van élénkebb, pasztelebb, lágyabb, erősebb tónus, tehát, tehát hogy nem kell lemondjunk színekről, csak a megfelelő színtípust kell, színtónust és típust kell kiválasszuk. Ez úgy történik, ugye színkendőzéssel, de ez megint egy más tészta, amíg az idei trendről még annyit mondanék, hogy az idén elég nagy valószínűséggel ugyancsak a pandémiára visszatérve, tehát amiatt a minél kényelmesebb, minél hosszabb, minél lazább, minél egyszerűbb szabás, mint a divat. Tehát a rövid miniszoknya helyett inkább a maxi, hosszú, színes ruha, a rászorulós skinny fit nadrágok helyett a szép, nőies formát kiadó, lazább, egész földig érő. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ne feszengjünk, érezzünk magunkat jól, kényelmesen, és ugyanakkor nőiesen. Ugye az öv, a váltömés, a 80-as évekre emlékeztető csili-vili kis glitterek, nagyon-nagyon divat az idén is. Tehát, hogy mindamellett, hogy kényelmesen érezzük magunkat, ugyanakkor nőiesek vagy férfiasok legyünk, attól függ, hogy ki viseli, miről beszélünk, és legyen egy kis glamúros fele is, tehát, hogy azért érezzük jól magunkat, mert végül is most már végre nem kell otthonról dolgozzunk, és akkor nyugodtan ki lehet öltözni. Meg hát lehet merni nyaralni, ugye? Igen. Úgyhogy viseljük gondunkat, legyünk gondosak, azzal is, ahogyan öltözködünk, de hát ne vegyük túl komolyan, és legyünk lazák is ugyanakkor. Végül is itt kezdődik nagy nehezen a nyár, úgyhogy lehet nyaralni, fürdeni, fölszívódni ebben a jó hangulatban. Zsuzsa, örültem, hogy beszélgethettünk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Izgalmas a munkásságot, mindenképpen folytatjuk ezt a beszélgetést valamilyen formában. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További szép napot, viszont hallásra.